80. születésnapját ünnepelte Mudaközi Tibor, kerületünk díszpolgára, az 1908 SZACK KSE tiszteletbeli elnöke. 80. Isten éltesse! Köszönöm szépen! A jeles nap alkalmából ünnepélyes keretek között került sor a Lőrinci Dirifia című könyvének bemutatására április 23-án a Városház utcai házasság kötőteremben. Azt pattant a fejünkből, hogy egy olyan valamit le kéne írni, nem egy életrajzot, mert az mindenkinek szinte egyforma, hanem az én életem regényes és tele volt apró sztorikkal. Mindennel, 56-tal, házasságokkal és rengeteg sporttal, kacagással, és ebből szerettünk volna az utókor számára hagyni valamit. Az élő legendának, az egykori kiváló labdarúgónak valóban kalandos fordulatokkal teli élete volt. Minden barátja jó szívvel emlékezett vissza az ifjú évekre. A Tibi bácsiról. Hát a Tibi bácsi akkor még kis gyerek volt, amikor én oda kerültem a SZACK-hoz. Hát csak úgy átlagban mondtam, hogy kisgyerek volt, mert jó megnőtt. Azért lett kapus belőle. Hát ő a végeredményben az utánpótlásnál dolgozott, és úgy nézett ki, hogy lesz belőle valami. Annál is inkább gondoltam ezt én, mert hát a Baróti Lajos bácsi hozta őt fel az első csapathoz, és ott edzett a nagyokkal, hogy ha szabad, így kell fejeznem magam a nagyokkal, már úgy is mondhatjuk, hogy az idősebbekkel. Mudaközi Tibor pályafutását feldolgozó könyvet a SZACK vette gondozásába. A sportegyesület segített annak elkészítésében, valamint kiadásában. A Tibi bácsinak az agilitása, szerepvállalása a közéletben szinte adta a lehetőséget és az igényt arra, hogy egy könyvet jelentessük meg róla. Én azt érzékelem, hogy egy olyan életutat tudtunk ebben a könyvben bemutatni, amely hát az olvasók számára gondolom érdekes lesz. Rengeteg olyan a mai ember számára egyszerűen felfoghatatlan élethelyzetbe került, és olyan fordulatos életet élt, ami arra mindenképpen jó, hogy a mostan élők és a SZACK-ban sportolók tanulmányozzák ezt a fajta életvitelt. A kerület díszpolgárát az önkormányzat is felköszöntötte. Végezetül Tibi bácsi Petőfi Sándor versével köszönte meg feleségének a sok gondoskodást. Te látod amottan a téli világot? Már hótakarányra vércitet.